Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Az első kérdés. Mi az ő gondolata, mi foglalkoztatja őt, mi a terve? Az itt középen van. Ez az erre mit jelenti, az ő visszahúzódását, elgondolkozik valami felett, kicsit magányosnak érzi magát, vagy szüksége van az egyedül létre, és ez téged elszomorít. Az is lehet, hogy te vagy visszahúzódó, és ő szomorú emiatt. Az érzelmeit itt bal oldalon látjuk. Itt ez a fiatal fiú a kezében tartja az aranykelyhet, és ez a kehely szimbolizálja az ő érzelmeit. Ő nyitott arra, hogy kimutassa az érzelmeit, de bizonytalan, először még ő saját maga figyelgeti a saját érzelmeit. De lesz itt egy sorsdöntő változás, sőt, itt láthatóak a madarak, szimbolizálják a mozgást, a könnyűséget, a levegő elemét, szimbolizálják a kommunikációt is. Ő beszél majd érzelmekről, döntéseket hoz, beszámol erről. Hogy mit fog tenni, az itt látható. Az ő szemében, te vagy itt a királynő, elfoglalod a trónodat, elfoglalod a helyedet az életben, uralkodsz a tűz eleme felett, ami jelenti a bátorságodat, vagy a lelkesedéseket. De valamit nem veszel észre a környezetedben, és felhívja erre a figyelmedet, hogy igazságtalanságok érnek téged, hiszen valaki ellop tőled valamit. Ez lehet pénz, ez lehet az időd, az energiád. Van egy hamis személy a környezetedben, figyelj oda erre. Ez a férfi rájött, majd figyelmeztet téged. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Ez a visszahúzódás most fontos, hiszen most megtaláljátok a belső értékeket, itt látható a virágcsokor, ez utal akkor majd szép gondolatokra, szép tervekre, szép érzelmekre. Vagy tervez ő egy ajándékot, úgy, hogy ez a visszahúzódás majd elmúlik, közeledik hozzád, találkozik veled, megajándékoz téged. És ami a szomorúságot illeti, ez elmúlik, hiszen itt vannak a madarak, ugyanúgy, mint itt, lesz mozgás, lesznek változások, lesznek beszélgetések. És itt látható, hogy ő még kicsit bizonytalan, de azért kimutatja az érzelmeit. Itt a medve akkor azt jelenti, hogy ez erőt ad számodra. Vagy ez az erő, ez a medve, ez lehet a belső erő is. Legyen meg a hited, a bizalmad, hogy ő közeledni fog hozzád. És a kommunikáció. Itt kisüt a nap, kiderül a valóság, nyíltan beszél veled, és megbízhatsz benne. Milyen sorsdöntő változás lesz? Itt megjelenik a hajó. Ez lehet a remény, hogy minden jóra fordul, de lehet egy utazás is. És itt megjelensz, mint egy királynő az ő szemében. És itt vannak tiszta gondolatok, tiszta érzelmek, sőt, azt is jelenti a kép, ő szeretne tisztázni veled valamit. És ez a bírósági ügy, vagy az igazságtalanságok,
ezek elmúlnak, hiszen az egerek ezt eltávolítják. Ott, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Tehát el tudják távolítani ezt a helyzetet. Vagy azt is jelentetik az egerek, hogy valaki eltávolított tőled valamit, mert ellopott tőled valamit, ezért van ez a bírósági ügy. Vagy ezért tartod ezt a helyzetet igazságtalannak. És a rabasz róka. Itt te veszed kezedbe a kulcsot, légy magabiztos, lezárod ezt a helyzetet, vagy a hamis kapcsolatokat. Miután ez lezárult, akkor itt tisztázódnak bizonyos dolgok, és ezzel a kulccsal kinyílik egy új ajtó, új lehetőségek, változások. Az ő jelenlegi helyzete. Itt van a hűség, ő ott marad hűségesen melletted, és olyan barátilag, barátságosan közeledik hozzád a te jelenlegi helyzeted. Itt van a gyűrű, lesz kapcsolat, lesznek bizonyos szerződések, és most kicsit változtatok a képen. Ez az általános kivetés, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!